A Bonyhádi Kránclány Néptánc Egyesület tánccsoportja nyitotta meg a hajnalig tartó mulatságot Kocsolán. A járványügyi korlátozások enyhítésének köszönhetően a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a településvezetés 2 év kihagyás után újra meg tudta rendezni a svábbált. Nagyon régre nyúlt hagyománya van, és nagyon sok ember érdeklődik ez iránt a hagyományos svábbálunk iránt. Nem tudom, 20-25 éve megrendezzük. Az elmúlt 2 évben nem sikerült sajnos a pandémia miatt, de örülünk, hogy most újra itt lehetünk. Nem múlhatott el egyetlen jelentős esemény sem a rozmarin jelenléte nélkül a sváboknál, ezért mi is egyszár rozmaringgal kedveskedünk vendégeinknek, visszahozva ezt a régi szokást, és ez a tisztaságot és az egészséget jelképezi, és kívánunk ezúton is mindenkinek nagyon jó egészséget. Nagyon örülünk, hogy ezt a mai napot meg tudtuk szervezni, ugyanis 2019. március 25-én volt utoljára bálunk itt Kocsolán, és végre, ahogy csillapodott kicsit a járványhelyzet, így ezt a rendezvényt meg tudtuk valósítani. Igazából nem mertünk az elején nagyon készülni rá, mert nem tudtuk, hogy egyáltalán mi vár ránk, vagy egyáltalán tudunk-e valamilyen rendezvényt tartani, de hála Isten, hogy sikerült, és elég szép számban jelentkeztek. Úgyhogy közel 150 fős bált tudtunk így megrendezni. Egy svédasztalos vacsorával készültünk, és a Bonyhádi tánccsoport fogja a műsort adni. Mi számítunk, hát egy fergetekes nagy bulira, mert szerintem mindenkire ráfér ez a hangulat, hogy egy jó hangulatot ide varázsoljunk. Egy kikapcsolódást, egy beszélgetés, baráti beszélgetést, és egy zenés táncos összejövetel. A rendezvényre a német testvértelepülés delegációja is ellátogatott. Hajrodéból a testvértelepülésünkről érkeztek egy hétfős delegáció. Ők minden alkalommal, amikor svábbált tartunk, el szoktak jönni, és amikor még szeptemberben születi felvonulást szoktunk tartani, akkor is ők részt szoktak venni, és mi pedig július végén szoktunk hozzájuk elmenni, mert ők akkor tartják a falunapokat. Ez egy kisfős település, 350 fős település, és ez lassan 10 éve tartó kapcsolat. Mi már többször telefonszunk egymást, Eindhovenben és itt. Mindig sok embereken jövünk, és itt a Schwabwaldhez megyünk, a Kocsolaik, a Schützenfestre jövünk, és minden ember nagyon tetszik itt, és remélem a Kocsolaik ott is. Sok barátok van most, egymást nagyon jó ismerünk, és nagyon jó bulizunk egymást, és a legfontosabb az a barátság. Nekem a mai nap nagyon fontos, mert két éves nem volt valamilyen bulit, mi nálunk se, a vírus miatt, és ezért nagyon vártunk az a napra, és most örülünk, hogy lesz. Kocsoláról elszármazott lokálpatrióták szintén visszatértek szülőfalujukba, és olyan vendégek is eljöttek a bálba, akiket egy-egy élmény hozott a tolnai kisfaluba. Természetesen a lokálpatriotizmus, imádom a falumat a mai napig, gyakran visszajárok a barátaimhoz, és minden évben ez egy esemény, hogy a svábbál megrendezésre kerül. Amióta ez van Kocsolán, azóta én minden évben itt vagyok, az elmúlt 2 évet leszámítva a pandémia miatt. Számomra ennek egy különleges atmoszférája van ennek a rendezvénynek, mert ilyenkor egy évben egyszer összefutok a régi gyerekkori barátaimmal, és ez egy fantasztikus érzés, hogy ilyenkor újra élhetjük a régmúltat egy ilyen csodálatos környezetben, ahol jó zene szól, jó ételek vannak, és mindenki hozza a pálinkáit, borait, és újra élhetjük a fiatalságunkat. Gyerekkori barátomnak a volt barátnője Kocsolai, és úgy kerültünk először ide a Kocsolai svábbára. Ők azóta már nincsenek együtt, de mi azóta is járunk ide. Mi valahogy nagyon különlegesnek érezzük amiatt, mert sok emlék fűz minket Kocsolára a barátunk miatt, és a
az ő családja miatt, aki minket vendégül lát mindig. Úgyhogy nagyon szeretünk ide járni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a település vezetése rendszeresen együttműködik a különböző rendezvények, programok megvalósításában. Fontosnak tartják a hagyományok ápolását és széles körű megismertetését. Ennek része a Schwab-bál is, amely a mulatságon túl a közösség összekovácsolását is szolgálja.